Pontban 17 óra. Szeretettel köszöntök mindenkit a Deák Ferenc Akadémia Egyesület nevébe. A Diktátorok című előadás sorozat utolsó előadására kerül sor az őszi kurzusban. Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevébe szeretettel köszöntsem dr. Földes György történész professzort. Ha jól emlékszem, harmadik alkalommal jár nálunk, de azért vannak új arcok, fiatalok is, hála Istennek, akiknek engedjék meg, hogy néhány gondolattal azért bemutassam. 1990 és 2016 között a Politika Történeti Intézetben dolgozott, 91-től igazgatóként, majd főigazgatóként. 1998-tól 2011-ig az ELTE bölcsésztudományi kar docense volt. Nyilván nem kezdtem a születésénél fogva, mert ez kicsit hosszú lett volna. Elég, ha néhány gondolatot a életéből és a munkásságából bemutatok. Kutatási területei, és elsősorban a Kádár korszak politika története és Kádár János politikai életpályája, és ebből hallottunk is mi előadást tőle. Ezen kívül foglalkozott még magyar-román kapcsolatok, az erdély-magyarság 56 és 89 között, magyar-szovjet kapcsolatok a II. Világháború után, Magyarország gazdasági és társadalmi története a 20. században, a történetírás módszertani kérdése és legújabb könyve a Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai címet hordozza. 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktori címét is megszerezte, Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 56 és 89 című monográfiájával. Hát Nikolaj Ceausescu, ugye itt a jelenlévők között is sokan ülnek olyanok, akiknek személyes tapasztalata is voltak a román társadalmi életről. Ha más nem, turistaként átmentek Romániába és tapasztalhatták, hogy a magyar turistákat még egy rágógumit is elszedtek a szerencsétlenek, még kenyeret is megvették, az élelmiszert, a csokoládét. Hát ennek a társadalmi rendszernek a fenntartója és irányítója volt ez a Nikolaj Ceausescu, akiről most hallunk egy remélhetőleg kitűnő előadást. Professzor úr, jó szó. Köszönöm szépen. Ezt is megengedik, hogy levegyem az akkomat. Mert meleg van itt. Másodszor megkérdezném, hogy mit szólnak ehhez a képhez? Tudják-e, hogy ki az a hölgy? Ki? Oké. Akkor tudják a Böskeket. Nem tudom, látták-e a Korona című Netflix-es sorozatot, ami nagyon jó a maga nemében. Ott második Erzsébet van, ez 1978-ban készült ez a kép, Ceausescu csúcspontján van az életének, és ott ül a királyi hintóban, és úgy hajtad be a Buckingham Palace-be Londonban is. Hát éppen nagyon jól érzi magát. Sokat harcolt azért, hogy ez a fogadás megtörténjen, és rendkívül sok protokoll feltétel volt mind a két részről, mert a királynő egy kicsit kínosan érezte magát ebben a helyzetben. Utána egy interaktív előadást terveztem, ezért megkérdezném, hogy itt velem egykorúak, sőt talán idősebbek is vannak. Van-e itt valaki, aki tud Ceausescu viccet? Ceausescuról viccet, tessék! Akkor én is mondok egy viccet önöknek a bevezető. Ceausescu reggel fölébred a palotájában, nagyon szép idő van, kimegy, megnyújtott, látja ott a napot. Jó reggelt, nap, mondja a napnak. Mire a nap válaszol? Jó reggelt, elnök úr.
Kulcsos, ezt nem hisz a fülének. Berohan a Jelenához. Jelena, hát ezt nem hiszem el. Köszönt nekem nap. A nap is tisztel engem. Jelena, hát figyelj, Nikolaj, ezt álmodtad. Ez nem igaz, ez a történet. Nem hiszem el neked. Délben a Ceausescu megint kimegy a erkélyre. Ott van még mindig a nap. Jó napot, nap! Válaszol a nap. Jó napot, elnök úr! Nem, hát ez fantasztikus, ezt elértem az életembe. De hát a Jelena még mindig nem hiszi. Este eljön az alkonyat. Most már a Jelena is kijön a Ceausescuval az erkélyre. És megint köszön Ceausescu a napnak. Jó estét, nap! Mire a nap? Baszd meg, te seggfej! Elnézést, ezt a online hallgatóktól külön elnézést kérek, ki kéne pontozni vagy fütyülni ezt a mondatot. Jelena ránéz, Ceausescu összeomlik. Most mi történt? Miért csinálod ezt velem, nap? Kérdezi Ceausescu. Mire a nap? Hát te hülye, már nyugaton vagyok. Ez volt a népszerűség hajház kezdés. Azt azonban elmondanám, hogy az a téma, ez az egész sorozat, ez nem valami vicctörténet. De hát a diktátoroknak ez a sorsuk, hogy a viccek megszületnek róluk. Mi különbözteti meg a sorozat eddigi szereplőit, hogy nem mondjam hőseit, a többiektől, ami számunkra? Ezen az első kérdés, amivel foglalkoznék. Azt hiszem, hogy ez ember van hozzánk a szónak egy sajátos értelmében a legközelebb térben is, hiszen egy szomszédország vezetője volt hosszú időn keresztül, időben is, mert a szereplők közül ő áll hozzánk a legjobban, és róla van személyes tapasztalatunk, és érzelmileg is, hiszen Ceausescut nem csak azért nem szeretik a magyarok, amiért a románokat bántotta és diktátor volt, hanem azért is, mert a magyarokat is bántotta. És ez egy különös érintettséget jelent, amivel különben a történésznek csinyán kell bánnia, hogy nehogy valami elfogultsággal legyen megvádolható. Akkor, amikor elvállaltam ezt a előadást, és itt most megállnék, hogy mennyi idő van, főnök? Na nem, azért én ezt szerintem 40-45 percet, és utána lehet kérdezni, és nem kínozom önöket tovább, de majd kiderül. Szóval mivel foglalkozon a történész egy diktátor esetében? Ugye könnyebbik megoldás az, hogyha a személyiségével foglalkozunk. Igen ám, de a politikai pszichológia, vagy a diktátorok személye, az nem egy nagyon bonyolult képlet. Ugye az agresszív emberek szoktak diktátorokká válni, valami hiánypótlás szolgál az agresszió. Én nem vagyok pszichológus, de azért ennyit azért tanultam erről a dologról. És ha valakinek valami fajta hiánya van, akkor hajlamos lesz agresszívvá válni, és ez egy feltétel annak, hogy fölébe merje magát rendelni a többi embernek. Ugyanakkor jól tudjuk a magunk élettapasztalataiból is, hogy rengeteg agresszív ember van, akiből nem lesz diktátor. Tehát ez a magyarázat kevés, és a történész őszintén szóval nem is nagyon tud ezzel mit kezdeni. Tehát ha arra számítanak, hogy itt most egy tesztet kiadok, ami Ceausescu kitöltött a pszichológusával egy tesztet, ez különben nem lett volna utolsó dolog, ha lenne egy ilyen a források között, hogy megnézzük, hogy milyen képességei voltak. Azzal, tehát a személyiségével nem érdemes foglalkozni. A személyével, hogyha... Nem hallanak? Mert akkor szóljanak. Most jobb. Oké. Tehát a személye izgalmasabb. A személye azért, mert egy diktátorban mindig koncentrálódik a kor történelme, annak az a társadalom is valami fajta módon, az a helyzet, amelynek révén ő a diktátorsághoz hozzájutott, az bizonyos értelemben sokkal érdekesebb, mint maga a diktátor, mert a diktátorok nagyjából egy mezőre járnak, vannak persze fokozatok benne is, azt is látjuk, hogy jelentős különbségek vannak diktatúrák és diktátorok között.
Fölteszem ugye a költői kérdést, hogy valakibe fölmerül-e, egyáltalán el tudjuk-e gondolni, hogy megszületik, és akkor azt mondja, hogy én diktátor akarok lenni. Ugye ez ilyen nem nagyon van. Egy történelmi szereplőt ismerünk Shakespeare-től, ugye a harmadik Richardot, aki elhatározza, hogy ő már pedig gonosz lesz, és a hatalommal minden ellenfelét el fogja pusztítani. Változott ez a helyzet valamennyire a 19. század elején, től kezdve Napóleon megjelenésétől. Ugye ismerjük jól, hogy általában a bolondok házában az emberek egy jelentős része Napóleon kurzus miatt, vagy Napóleon komplexus miatt szokott bekerülni. Van egy élő példa, hogy ezzel szokták leírni, hogyha valaki megbolondult, hogy ő azt hiszi magáról, hogy Napóleon. Én viszont azt állítom, hogy a diktátorokat nem annyira a személyük tesz diktátorrá, hanem a politikájuk. A politika formája valamilyen olyan, az a feladat, amit ők magukhoz emelnek, amit végre akarnak hajtani, az viszi őket abban az irányba, hogy egyre inkább a személyiségüket is a diktátor szerephez igazítsák, és nem pedig fordítva. De az mindig egy érdekes pillanat, amikor a diktatúra igénye és a diktátor személye, a potenciális személy összetalálkozik egymással. Ezeket mindig érdemes vizsgálni, hogy ez hogyan is történik meg. És én most ezt próbálom meg először is. Arra azért fölhívnám a figyelmet, ha szeretünk számmisztikával foglalkozni, én nem nagyon szeretek, de mégiscsak sok minden lehetőséget ad arra, hogy metaforákat alkossunk arról, hogy a történelem az hogy néz ki. Hogyha rövid 20. századról beszélünk, amit vagy az első világháború kezdetétől, vagy az első világháború végétől 1989-ig szokták számolni, engedjenek meg annyi kegyes csalást, hogy Ceausescu miatt a rövid 20. századot 1918-ra tegyük, mert akkor született, és 1989-ben halt meg, illetve hát ölték meg, végezték ki. Ez egy korszak kezdetét is jelenti, hogy ez, megint legyünk egy kicsit nagyvonalak, 1917, az orosz forradalom és a államszocialista rendszerek bukása Európában, valahogy ez pont átfedi Ceausescu életét, ami szerintem igen érdekes jelenség, és van mit rajta gondolkodni. Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy egy diktátor mitől lesz diktátor, akkor tegyük föl azt a kérdést, hogy milyen tapasztalatok, milyen benyomások formálták politikussá Ceausescut az élete folyamán. Ugye diktátornak azt mondhatjuk nagyon durván, hogy 1965-ben még nem volt diktátor, erre majd még visszatérek. Valamikor a 70-es évek elején dőlt el ez a kérdés, hogy egy kifejezett diktátor lesz. Tehát érdemes megnézni, hogy milyen történelmi, társadalmi tapasztalat az, ami egy embert valamilyen irányba tol. Hát az első, ami a mi szempontunkból fontos, hogy Ceausescu a regátban született, talán ismerik ezt a kifejezést, ez a Kárpátokon túli Románia, ami oldalunkról nézve, Havaselve, Moldávia alkotja ezt a döntő részt, és Bukovina. Ő egy kis faluban, egy hatgyermekes családban, talán a legidősebb, ha jól emlékszem, legidősebb fiúként született, másik öt testvére volt. Ceausescu azonban 14 éves korában elhagyta a szülőhelyét, és Bukarestbe ment, 1932-ben vagyunk, és belépett a kommunista pártba cipész inasként. 14 évesen ez akkor lehetséges volt. A kommunista párt egy üldözött, illegális politikai formáció volt, ezt azért tudni kell. Tehát ez már önmagában egy eléggé fantasztikus valami. Nyilvánvalóan kellett ehhez egy elnyomottsági érzés, egy az, ami az akkori társadalomból azért jött, illetve kellett valaki, aki megszólította őt, hogyha te ennyire elégedetlen vagy azzal a világgal, amiben élsz, akkor lép közénk. Sokan ennek a kornak a kommunistái egyfajta messianisztikus ideológia jegyében vállalták magukra az igazságtalan, elnyomó és kizsákmányoló rendszerrel, ahogy ők gondolkodtak erről, és nem gondolom, hogy teljesen helytelenül gondolkodtak volna, a szembenállást. 16 éves korában már
összeütközései vannak a rendőrséggel. 18 éves korában már letartóztatják, 1936-ban már börtönben ül, és 1936 és 43 között még újra többször lecsukják. Ami azonban nagyon fontos, hogy 1943-ban egy cellába kerül Giorgio Dézsel, aki 1945 és 1965 között volt lényegében Románia első számú politikusa, aki egy klasszikus sztálinista politikus volt, egy klasszikus tekintélyelvű politikus, aki hülyen másolta a szovjet sztálini gyakorlatot, és próbálta Romániában megvalósítani. Tehát az a másik tapasztalat, a II. Világháborús tapasztalaton túl, az a sztálini korszak tapasztalata volt, amiben az is benne van, hogy Sztálin nyomására 1952-ben Romániában meg kellett alapítani a Magyar Maros Autonóm Tartományt, autonómiát kellett adni Romániának, és azt el kellett viselni, miközben Románia 1920-as alkotmányától kezdve, mind a mai napig, zárójel, az egységes nemzetállam koncepcióját vallja, hogy hiába vannak nemzetiségek ebben az országban, Románia az egy egységes nemzetállam, és ennek a feltételeit, hogy ez aztán valóság is legyen, mert ők is érzik, hogy itt van valami probléma, ez nagyon alapvetően meghatározta a román politikát. A következő élménye azonban az lehetett Ceausescu-nak, hogy 1953 után megváltozott a képlet a Szovjetunióban, Sztálin halála után elindul, ha nehézkesen is, de egy desztalinizációs folyamat, ami 1956 februárjára érte el a csúcspontját az SKP 20. kongresszusán, ahol Hruscsov leszámolt a sztálini örökséggel, ahol bevallotta a személyi kultusz által elkövetett gyalázatokat és bűnöket, ami óriási visszhangot váltott ki a kommunista mozgalomban, és ami óriási riadalmat keltett a kelet-európai vezetők azon körében, akik idézőjelben odakozmáltak a sztálinizmushoz ez alatt az időszak alatt. Ezek között első helyen a mi szempontunkból Rákosi Mátyást kell kiemelni, de Giorgio Dézs maga is kőkeményen benne volt ebben a dologban, aki az 50-es évek elején leszámolt éppen a sztálinizmus segítségével, a moszkovita szárnyával a pártnak, míg a magyar pártban a moszkoviták számoltak le a hazai pártvezetőkkel, Romániában a hazai pártvezetők számoltak le a moszkovitákkal, nem tudom, csak hogy a párhuzamot találjuk. És Giorgio Dézs szembesült azzal, hogy most akkor mit tegyen, hiszen ő is érintett volt a sztálinizmus összes vétkében, amit Romániában megtörtént, és ezt valahogy el kellett hárítani. És ez az elhárítás az oda vezetett, hogy Romániában nem történt meg az a fajta desztalinizáció, ami a többi kelet-európai országban azért többé-kevésbé valamilyen módon végbe ment 1956 és 1960-as évek eleje között. Ez is egy komoly tapasztalat. A következő, amire fölhívnám a figyelmet, ez a román nemzeti hagyomány. Hajlamosak vagyunk mi magyarok ezt erősen kritikusan és előítéletekkel terhelten nézni. Egy dologra mindenképpen föl szeretném hívni a figyelmet, és ez egyúttal vita alap is akkor, hogyha van kedvük velem vitatkozni, hogy a román politikai elit a történelem nagy kihívásos pillanataiban sokkal előrelátóbban tudott viselkedni, mint a magyar. Ez volt az első világháborúban, amikor át tudtak állni időben a győztesek oldalára, mert megérezték, és ez volt a második világháborúban is, mert ők végre tudták hajtani a kiugrást, és ezáltal át tudtak állni, és Magyarország felszabadításában a német iga alól, mert ezt azért nehéz lenne vitatni, hogy ez egyfajta felszabadítás volt ebben a vonatkozásban mindenképpen. Ebben a román hadsereg tevőlegesen részt vett, és sok tízezer életet ontott ki a németek kiszorításáért ebből az országból, és ezáltal jó pontokat szerzett a dologban. Ez a hagyomány, ez a taktikai készsége a román külpolitikának 1956 után is megmutatkozott, erről majd részletesebben fogunk beszélni. És van egy, ami Románia félig elmaradott ország súlyából következik, ez minden kommunista pártnak az alapvető ideológiája volt Közép-Kelet-Európában 1945 után, de már hamarabb is, hogy ezt a régiót föl kell zárkóztatni a világ
centrumához, modernizálni kell ezt a programot, ez pedig nem lehet másképpen ezekkel a félparaszti, parasztias társadalmakkal, mint igenis diktatúrával lehet ezt csak megcsinálni. Az erőforrásokat ki kell vonni a mezőgazdaságból és a háztartásokból, és át kell irányítani az ipar fejlesztésére, hogy végre lehessen hajtani, hogy ezek az országok a saját lábukon is meg tudjanak állni a nyugattal szemben, de meg tudjanak állni a többi kelet-európai és közép-kelet-európai ország között is. Ezek azok a fő pontok, amelyek Ceausescu életében, politikussá levésében, vezetővé levésében szerintem alapvető szerepet játszottak, és hogy ezt azért mi csak fölidézzük néhány pontját ennek. 1958-ban a román vezetés elérte, hogy a szovjet csapatokat kivonják Romániából. Ez egyedül, ugye ez Magyarországon nem történt meg 56-tal a háttérben, de itt viszont igenis megtörtént, és ez egy komoly siker volt mindenképpen. És ekkor a románok éppen azért, mert hogy 1961-ben egy újabb desztalinizációs hullám volt a Szovjetunióban, talán vannak közöttünk, akik emlékeznek rá, én már emlékszem rá, amikor Sztálin testét eltávolították a Kreml közeléből a mauzóleumból, és egyáltalán megtörtént a végső leszámolás, miközben persze elmaradt a rehabilitáció, vagy a nyílt politikai rehabilitáció a sztálinizmus áldozatainak, a vezetőinek, de azért mégis ez a folyamat nagyon felgyorsult. És ettől, illetőleg attól, hogy a Hruscsov meghirdette a kommunizmus építésének programját 1961-ben, a román vezetés bepánikolt, és attól félt, ráadásul, amikor a Hruscsov azt mondta, hogy minden szocialista ország nagyjából együtt fog megérkezni a kommunizmus előszobájába egy időben, amivel azt is jelezte, hogy ki kell egyenlíteni a fejlődésbeli különbségeket a különböző országok közül. Ezt a román vezetés nem így értette, hanem úgy értette, hogy a KGST-ben végbe menő specializáció okán Romániát továbbra is nyersanyag, olaj és földgáz, illetőleg élelmiszer beszállítónak fogják megtartani a KGST-ben a nemzetközi munkamegosztás címén. Ez pedig újabb kérdéseket tett föl, és ez volt a következő konfliktusa a Romániának is, leválása a Szovjetuniótól, hogy 1961 és 63 között a KGST-nek egy ilyen korszerűsítésére, akkor úgy hívták, hogy nemzetközi munkamegosztás kialakítására törekvését, azt, amit ma bizonyos szempontból az Európai Unióban látunk, hogy egy történelmi párhuzamat vegyünk a szuverenitás rovására kialakítani, ezt a román vezetés a legélesebben opponálta, mint hogy azt is opponálta, hogy a Varsói Szerződés katonai szervezetét úgy alakítsák át, hogy a nemzeti hadseregek fölött rendelkezhet a Varsói Szerződés parancsnok, ami a szovjet parancsnokságot jelentette értelemszerűen. 1964-ben ez a folyamat odáig jutott, hogy a román kommunista párt, amikor a szovjet és a kínai párt között elfajult a helyzet, hogy fölidézzem önöknek, hogy miért fajult el, ez fontos. Alapvetően azért, mert a kínai belpolitikában súlyos problémák voltak, mert a nagyugrás kísérletek kudarcot vallott, és ezért valakit felelőssé kellett tennie a Mao Tse-tungnak, és ezt a Szovjetunióban találta meg. Másodszorban pedig azért, mert Mao Tse-tung, nem tudom, hogy az, ki a Mao előadást tartott, erről mennyit beszélt önöknek, de akkor elnézést a rövid ismétlésre. Másodszorban pedig azért, mert a Kína azt követelte lényegében, hogy legyen akár háborús konfliktus is kelet és nyugat között, amit a szovjet vezetés nyilvánvalóan egy atomháború valahát a mögött nem akart vállalni. És hogyha nem tudom, hogy a kollégám elmondta, de én azért elmondom önöknek a legszörnyűbb mondatot, amit életemben valaha politikustól hallottam, az nem is annyira Hitlertől származik, hanem Mao Tse-tungtól, mert Mao Tse-tung 1957-ben a kommunista pártok világ értekezletén, megtudva már azt, hogy a Szovjetuniónak van interkontinentális rakétája, tehát el tudja érni az Egyesült Államok területét annélkül, hogy a vele közeli határos lenne, lényegében azt javasolta, hogy most kell a stratégiai katonai fölény birtokában megtámadni az Egyesült Államokat. Legfeljebb mondta, néhány százmillió ember meghal ezért, de mi az,
cserébe, hogy az emberiség megszabadul a kapitalizmustól. Nos, ebben a szituációban volt az, amikor Ceausescu és elődje George Udés, és akkor még inkább George Udés 64-ben, amikor kirobbant ez a vita, mert a Hruscsovék sok hibát elkövettek, de ennyire hülyék már mégsem voltak, elnézést a nem történészhez méltó kifejezéshez, de talán így lehet leírni, hogy odaadják az atomfegyvereket a kínaiakkal, és azok odahozzanak tényleg egy világháborút az emberiség nyakára. Ezt ugye nem engedték meg. Viszont ez a vita, ez persze egy ilyen nagy ideológiai hóbelevanc volt, és akkor a román párt beevezte magát a két párt közé, ekkor még George Udés élt, és egy levelet intézett mind a két párthoz, és ezzel fölemelte magát a román kommunista párt ezeknek a pártoknak a szintjére, és fölajánlotta, hogy ő közvetítő lesz. Hát ez, gondolhatják, hogy a szovjetek tetszését nem igazán nyerte el, és általában is ez akkor már egy erősen szovjetellenes hangulattal kapcsolódott össze, de ebben a pillanatban George Udés meghalt 1965 elején, és akkor új embert kellett találni, és ott volt Nikolaj Ceausescu, az ő bizalmasa, egy helyettese, talán a legközelebbi munkatársainak egyike, aki a többieknél gátlástalanabb volt, és meg tudta szervezni ezt a hatalmat. Ismerjük ezt, Sztálin is körülbelül így járt el, voltak nála tehetségesebb politikai vezetők, de ő volt a Jobbik szervező és a ilyen szempontból előbbre látó politikus. Ez a lépés fölmerült akkor, hogy Ceausescu az hatalom birtokába kerülve, akkor egy kollektív vezetés volt, ahogy akkor nevezték, tehát egy oligarchikus, hogy mondanánk, tehát a politikai bizottság, illetve a központi bizottság döntött ott abban a pártban is elvileg a nagy ügyekről, hogy mi legyen. És az első 5 éve Ceausescunak, és ez nagyon fontos, itt vannak ezek az előzmények, az nem a diktatúráról szólt, hanem pont ellenkezőleg. Liberalizációról, a reform belengetéséről, a nyugati nyitásról, gazdasági kapcsolatok kiépítéséről, nyugati politikusok fogadásáról, illetőleg a román kapcsolatépítésről, messze megelőzve az összes többi kelet-európai országot, és belül is, igaz, hogy megszüntették a magyar autonóm tartományt, de mégis megtörtént egy közigazgatási decentralizáció, ami látszólag kompenzálta azt a megyei szinten, viszont megerősödtek az autonómiák, tehát ezt is úgy lehet értelmezni, mint liberalizáció, illetőleg a kulturális életben és a nemzetiségi politikában ezzel összefüggésben 68 és 1970 között olyan engedményeket tett, amit se előtte, se utána a Romániában nem tapasztalhatunk. Tehát kialakult egy képe a belpolitikájában, hogy egy reformer, és közben a nemzeti jelszavakat folyamatosan hangoztatta, a román történelmi folyamatosságot megtestesítő pozíciót igyekezett elfoglalni, amit a hagyományos román értelmiség is tudott értékelni. És visszatérve azonban a külpolitikához, Ceausescu egy nagyon merész lépéssel, nem egyeztetve a szovjetekkel, illetve a többi szocialista országgal, 1967 elején felvette a diplomáciai kapcsolatot a Német Szövetségi Köztársasággal. Ebből óriási botrány lett a szocialista szövetségi rendszeren belül. A magyar vezetés tombolt, Kádár János tombolt a méregtől, hogy megelőzte őt, és ő betartotta a szabályokat, hogy ez egy összehangolt külpolitika legyen, és a Ceausescu meg nem tartotta be, miközben ugyanannak a szövetségi rendszernek a tagja, és beosont a kapuban, és megelőzte a többieket, sőt kényszer helyzetbe hozta a többieket. De itt se állt le a román külpolitika, hanem 1967-ben, amikor kitört a 6 napos háború az arabok és Izrael között, és ezt ugye elítélték a szocialista országok, akkor Románia erre nem volt hajlandó. Ez még ugyanez 67-ben, majd 68-ban még inkább megtetészte a dolgot. 68 májusában a párizsi 68-as diáklázadások kellős előestéjén fogadta De Gaulle-t Bukarestben. A francia elnök eljött, az egyedüli látogatása a szocialista országok közében Romániában történt, ami még tovább növelte azt a dolgot, hogy Ceausescu egy hatalmas politikus, aki ez a Kelet-Európában példanélkül, aki szembe mer menni a szovjetekkel, aki liberalizálja az országát, nyugaton a presztízse évről évre ment fölfelé.
ezt a népszerűséget a belfelé is oda tudta fordítani, a belső politikai téren is tudta hasznosítani, és ezután következett azonban a 68-as csehszlovákiai reform, aminek a tartalmával egyáltalán nem értett egyet a román párt és személyesen Ceausescu. Ez szemben azzal, hogy önállósodni akar Csehszlovákia a nemzeti szuverenitás jegyében, ezt mindenképpen támogatta Ceausescu. Előszeretettel használta a Pancsaszíla elveit, azt nem tudom, hogy szó esett a eddigi előadásokon már. Ezt 1955-ben Bandungi konferencián fogadták el, hogy az államok közötti kapcsolatoknak az elvei mik, amik a szuverenitás elfogadása, a függetlenség elfogadása, a kölcsönös előnyökre törekvés, mondjuk csak a fő elemeket, és ezt előszeretettel beolvasta minden egyes közleményben, amit külpolitikusokkal vagy államfőkkel tárgyalt, és ez mindig a szovjetek alá dörgölte, hogy nincs proletári internacionalizmus, nincs vezető szerepe a szovjet kommunista pártnak, és nem lehet. Ezek mind nagyon bátor dolgok voltak a maguk módján, és ennek a csúcspontja az lett, amikor 1968. augusztus 20-án ugye a 5 szocialista ország katonai ereje lerohant a csehszlovák tavaszt, akkor Románia nem vett ebben részt, sőt, augusztus 21-én rá egy nap összehívta, illetve az nap, amikor ez történt, összehívta egy hatalmas tömeggyűlést, összehívott Ceausescu, és ott nyilvánosan elítélte és agressziónak nevezte, és a belügyekbe való beavatkozásnak a szocialista országok intervencióját. Ezzel még tovább nőtt a népszerűség, és ez volt az a pillanat, amikor a magyar városok, magyar többségű városokba is elment Erdélybe, és ez volt az a pillanat, csak érdekesség kedvéért mondom, soha előtte se utána nem tette, hogy a beszédét magyarul fejezte be a köszöntéssel. Annyira rafináltan építette föl ezt a dolgot. Tehát 1968-69-re eljutott a csúcsára, és ekkor még mondhatjuk, hogy első számú vezető volt, de azzal a terminussal, ahogy diktátorokat szoktunk emlegetni, még ezt nem mernénk kijelenteni. Azonban 1968, majd utána 1970 nagyon elgondolkodtatta, nem csak őt, az összes szocialista ország vezetőjét. Mi történt 1970-ben? Kérdezném, hogyha én lennék a középiskolai tanár, és maguk lennének a diákok, ez csak költői a kérdés. 1970-ben a balti tengernél kitörtek a munkáslázadások, a lengyel munkáslázadások, amelyek egy óriási megrázkódtatást jelentettek, hogy 60, nem elég, hogy 68 volt Csehszlovákia, hanem 1970-ben egy másik szocialista országban is, sőt, hát nem csak, hogy zavargások van, hanem ezek alapvetően munkás megmozdulások, és akkor itt valami baj van, és akkor két út van elvileg, demokratizálni, vagy meg kell keményíteni a politikai vonalat. És keresték a lehetőséget, hogy melyik ország hogyan reagált erre, az egy külön ügy, de a szovjetek úgy reagáltak, hogy nagy nyomást gyakoroltak a többi országra, hogy a párt tartsa kezébe az eseményeket, és nem lehet ilyen dolgokat, meg kell előzni, és igenis a kemény vonalat próbálta erőltetni. Ez nem volt ellenére Ceausescunak, aki azonban ekkor még mindig nem volt erre felkészülve, hanem 1971-ben a szovjetek ellenzése ellenére, hiszen talán emlékeznek rá megint csak valakik, hogy 1969-ben a szovjet-kínai konfliktus egészen odáig ment, hogy az Usszúri folyó mentén fegyveres összecsapásokra került sor a szovjet és a kínai katonaság között, és komoly háborús veszély volt, és az egész szovjet magatartást ennélkül nagyon nehéz értelmezni. Ceausescu viszont fogta magát, és 1971-ben ellátogatott Kínába, nem sokkal megelőzve Nixont, aki utána ment, ugyancsak páratlan módon a külpolitika történetében, és ez a Szovjetunióban a bekerítettség érzését keltette, és visszafelé jövett, megállt Moszkvában, ugye, mert meg kellett állni az akkori repülőtéri viszonyok között. A Brezsnyev nem volt hajlandó kimenni a repülőtér csarnokába, amíg tankolják a gépet, meg minden, hanem Kosygin miniszterelnök és Szuszlov, a fő ideológus az SZKP-nak fogadták Ceausescut ott, és be se vitték a városba, és ott egy gyalázatos vita kitört, ahol a szovjetek keményen számon kérték Ceausescut, és a Ceausescu nem hátrált.
és neki igenis joga van bárhova elmenni, és neki ne szabják meg, hogy mit csináljon, és hogy igenis, ahogy az akkori terminológiával a munkásmozgalom egységét kell létrehozni, és nem pedig az ellentéteket kell növelni, és ő ennek a bajnoka. De ami ennél fontosabb, hogy ebből belpolitika is lett, mert hazaérkezett, és utána akkor már ideológusnak is gondolta magát, ez júniusban volt Kínában, és júliusban közé tette a úgynevezett júliusi téziseit, ami a teljesen a kínai kulturális forradalom hatását, illetőleg az eddig elmondott belső válságok hatását tükrözi, ahol meghirdette a kemény politikát, meghirdette az ideológiai megújulást, hiszen ez egy általános jelenség volt, hogy 68 után egy nagy kiábrándulás volt a szocialista eszmékből, mind a párizsi diáklázadás bukása miatt, mind a munkáslázadások miatt, és ez az ország, Magyarországon is, és minden szocialista országban is tapasztalható volt, hogy a fiatalság elfordul a szocialista ideológiától, ami addig azért viszonylag nagy hatást tett rá, és ezt is megelőzendő egy ilyen teljes ideológiai offenziát hirdetett, de ami a kulcs szó volt a júliusi téziseknek, és ez a magyar vonatkozásban is nagyon fontos, a homogenizálás programját hirdette meg. Ugye a homogenizálás azt jelentette, hogy a társadalmat azonos szintre kell hozni, föl kell zárkóztatni egyfelől, másfelől a csúcsokat pedig meg kell fegyelmezni, hogy ne növekedjenek a differenciák. De a homogenizálásnak volt egy másik jelentése is, ez pedig a teljesen nyilvánvalóan a nemzetiségek beolvasztására, asszimilálására vonatkozhatott. Ekkor történt a nagy fordulat Ceausescu életében, és ettől a pillanatok kezdve 1972-től gyorsult föl a személyi diktatúrájának is a kiépítése. Ugye diktátorok mások is voltak. Miben jelentett Ceausescu többet mást, mint a többi diktátor? Először is egy olyan központosítást hajtott végre, egy személyi hatalmi központosítást 1974-ig, amire nem ismerünk példát a szocialista országok történetében sem, vagyis egyszerre birtokolta a pártfőtitkári tisztet, az ottani Népfront tisztet, az ottani szakszervezetek és a vállalatok közötti úgynevezett munkatanácsának az elnöki posztját, és köztársasági elnök is lett. Plusz jogkörökkel, így például az a plusz jogkörök egyike volt a hadsereg főparancsnoksága is. Ilyen személyi koncentráció Sztálin óta, sőt, Sztálin idejében sem volt ennyire egyértelmű, ott megtartották mindig a dolgot, és főleg volt egy másik különbség, mármint a szabályokat valamennyire próbálták betartani, hogy addig a szocialista országban kollektív államfői testületek voltak, ezzel is meg akarták magukat különböztetni a nyugattól, ezt úgy nálunk is így hívták, elnöki tanács talán emlékeznek rá. Itt viszont szakítás történt, hanem egy köztársaság elnöki pozíció jött létre, ami ráadásul egy úgynevezett erős köztársasági pozíció, nagyon erős jogkörökkel, ami a párt aluli kivonást tette lehetővé. Bevezette a személyi kultuszt, hát nem csak ő, természetesen a pártvezetés, fönntartották 1970 után a modernizációs programot, erre majd még visszatérünk, és igencsak ő rá jellemző módon a nepotizmus rendszerét is bevezették Romániában, vagyis a családja elfoglalt számtalan állami és párt vezető posztot, miközben összevonták egymással is a párt és az állami posztokat is. 1968 után újra a megyei pártitkár és a megyei tanácselnök az egy személy volt Romániában, ami egy különleges hatalom, a párt és az állam összeolvasztásának egy különleges pozíciója volt. Ehhez képest mindenütt az ő képe volt kín, a felesége bekerült a párt legfelsőbb vezető testületébe, most gondolják bele, hogy milyen lehetett ott a 20-30-40 évet szolgált politikusoknak együtt ülni egy 15 tagú legfelső testületben, ahol ott ült a feleség, aki egyúttal a káderes is volt, tehát aki osztotta, most úgy mondják, hogy aki a human relations ügyekért felelt a pártban, tehát ő segített valamit, egy egészen elképzelhetetlen helyzet volt, amit ez a vezetés lenyelt, nem mertek ugye szembeszállni. És elindult
a korábban is nyíltabb és erőteljesebb nacionalista politika, ami a nemzetiségek ellen is irányult. Ezek egy része a németeket és a romániai zsidóságot, amit ott nemzetiségként tartottak számon, szemben a magyar gyakorlattal, ugye, ahol ezt vallásként, izraelita felekezetről tudunk, és nem származási kategóriaként kezeljük mind a mai napig a zsidóságot, hanem vallási kategória szint Romániában és a Szovjetunióban korábban ez nem így volt. Hagyták, hogy Izraelben kivándoroljanak a zsidók, illetve segítették, és ezért anyagi támogatást kaptak, és ugyanígy a szász erdélyi szászok, németek kikerültek NSZK-ba, és ez komoly bevételeket jelentett. De a magyarokkal ezt nem lehetett megcsinálni, mert a magyar népesség az majdnem 2 millió főt jelentett, és Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy kivásárolja az ottani magyarságot, és egyáltalán. És ennek az időszaknak a terméke, aminek aztán a Ceausescu sorsának alakulása szempontjából lesz egy különös jelentőség, egy virtuális világ megteremtése. Ebben az időszakban bevezették a munkásdemokráciát, a munkásönigazgatást, minden olyat, amit az akkori baloldali ideológia magáinak vallott, azt mint egy valóságként kezeltek. Meg volt oldva a nemzetiségi kérdés, meg volt oldva a munkásönigazgatás, az élet jobb volt, miközben 1973-tól, ugye az olaj és energiaválság kitörésétől, Románia gazdasági pozíciói, nem csak romániai, a többi szocialista ország is végletesen megromlottak. Ceausescu azonban föntartotta azt a célt, mert még volt munkaerőtartalék az agráriumban, és még volt munkaerőtartalék a nők révén a háztartásokban, ezért ebben a szakaszban 1973-tól 78-ig föntartotta a gazdasági növekedés, és Románia újabb hatalmas sikereket ért el. 6-8%-os gazdasági növekedést évente, miközben az összes többi szocialista ország, főleg például Magyarország, kénytelen volt visszafogni a gazdasági növekedését, és még így is eladósodott. Románia éppen azért, mert az életszínvonal is keményebben bántak, nem ment végig egy olyan eladósodáson, ebben a periódusban még, mint ami például Magyarországon megtörtént. Ez a virtuális világ, ez a nyelvhasználata, amit az emberek felé folyamatosan kommunikálni kellett, ennek a gyakorlatát más országokban és más korokban is lehet sejteni, vagy érdemes összehasonlítani akár ma folytatott gyakorlatokkal is, különböző országokban, de nem ezért vagyok itt. Tehát ez elválasztotta őt ismételten a valóságtól, hiszen élt egy burokban. Hogy csak egyetlen egy példát mondjak, 1971-ben vadászati virágkiállítás volt Magyarországon, ahol Ceausescu közvetve megjelent, nem látogatott el, erre majd most röviden még visszatérek, nem látogatott el Magyarországra, de a katalógusa mind a mai napig megvan a vadászati virágkiállításának. Például Romániában az első 100 szarvast, az első 100 medvét, ami nagyság szerint vagy minőség szerint lőttek, abból 95-öt Ceausescu lőtt ki. Szóval gondoljanak bele, és ezt le lehetett írni, és ott volt a katalógusban, mint egy ilyen számítógépes sor olvasnánk, Ceausescu, 95-ször egymás után. És ez senkinek nem ütött, viszont ez természetes, a főnök lövi a legjobbakat a világon. Nos, ez a politika 1978-ig folytatódott. De ekkor már mégiscsak ez volt a belpolitikai helyzet. A külpolitikai helyzet még mindig nem ilyen volt. Miért? Azért, mert Ceausescu rendkívüli, a román hagyományoknak mondom, rendkívüli módon jól használta ki a lehetőségeit. 1967-ben megakadályozta, hogy a Kálói Vári Európai Kommunista Pártok értekezetén elítéljék a kínai kulturális forradalmat és gyakorlatot. 1968-ban Budapesten ugyancsak megakadályozta, hogy a kommunista világ értekezet előkészítése kapcsán elítéljék a kínai pártot. 1968-ban, mint említettem, Csehszlovákiát elítélte. 1969-ben a moszkvai kommunista világ találkozón ugyancsak hatalmas botrányt kevert a Ceausescu, amiatt, hogy néhány párt képviselője megmerte bírálni a kínaiakat. 1971-ben ugye Kínában látogatott. 1972-ben egyedüli szocialista államfőt ismerünk, aki
turnét tett Afrikában, és 1972-ben pedig Latin-Amerikában. Tehát ő volt az, aki megpróbálta magát világpolitikai játékossá tenni most már ezen a módon is, ami egy nagyon látványos sikerpolitikának mondható. 1971-ben csatlakozott a világkereskedelmi szervezethez Románia, ugyancsak egyik elsőként a szocialista országok közül. 1972-ben és 74 között fölvették a Világbankba és az IMF-be, Magyarország ugye 1982-ben lett csak tag. 1976-ban megkapta az Egyesült Államoktól a legnagyobb kedvezményelmét Románia. Miközben már a nyugaton a román belpolitikával kapcsolatban általában és a nemzetiségi politikával kapcsolatban a németekkel és a magyarokkal szemben már egyre több fenntartás volt, de mégis a hidegháború logikája miatt a nyugat nagyon magasra értékelte Ceausescu tevékenységét, amit aztán 1978-ban tett teljessé, amikor is a fegyverkezési versenyt, emlékeznek, az enyhülés a 70-es évek végén megtorpedózódott, főleg Afrikában, mert Angola kapcsán a nyugat bekeményített, hogy ott a kubaiak segítették a forradalmat, és a szovjetek is segítették, és az Amerika megijedt attól, hogy teljesen átalakul a enyhülés jelszava alatt, a szovjetek átveszik a harmadik világ fölötti befolyást, és ezt meg akarták akadályozni, és ezután jött egy új fegyverkezési hullám, a NATO elhatározta, hogy megemeli a katonai kiadásokat, és erre a szovjetek azt követelték, hogy a Varsói szerződés is növelje meg a katonai kiadásokat, és a Ceausescu, aki ott aláírta a közös nyilatkozatot, majd utána hazament Bukarestbe, összehívta az összes létező testületet, és kijelentette, hogy Románia nem hajlandó fegyverkezni. És ezt a nyugat elképesztően magasra értékelte, és nagyon nagy volt ez a presztízs, amit ennek révén megszerzett. Óriási ellentét lett a román belső helyzet és a román külső helyzet között, amit azonban utána az ellensúlyozott, hogy 1978-ra kiderült, hogy azt a gazdasági növekedési programot, azt a modernizációs programot, amit a Ceausescu képviselt, és amit ő testesített meg, azt nem lehet tovább folytatni, bizonyos megszorításokra talán szükség van, és akkor Ceausescu meg, igen, azt mondta, hogy megszorítás kell, de a modernizációt folytatni kell. Majd utána erre a 80-as évek elején azt is mondta, hogy vissza kell fizetni az adósságot, nem kerülhetünk függő helyzetbe a nyugattól, ez egy újabb elnyomáshoz vezetett, plusz a nacionalizmust is még jobban meg kell erősíteni. Ekkor lett törvényes rangra emelve a dákó-román elmélet, ugye, hogy a Erdélyre a jogcím a románoknak csak azért is megvan, mert a dák nép és a román nép azok rokonnak egymással, és előbb voltak itt, mint a magyarok, ez nagy fájdalmunk sok szempontból ez. De ugyanakkor tudományosan ez persze soha nem sikerült bizonyítani, de a nacionalizmus egyre erősebb lett, viszont a tiltakozás jelei is voltak. Na most egy olyan rendszerben, és ez a diktatúrák lényege, amelyek a fő célt, hogy modernizálni akarják a társadalmat, ezért minden lehetséges ellenállást kiiktatnak. Kiiktatják a saját pártjukat, kiiktatják a parlamentet, kiiktatják a sajtót, a nyilvánosságot, kiiktatják a szakszervezeteket, kiiktatják a érdekképviseletnek az összes lehetséges módját, védelmi pozícióba szerzik az egyházat. Ez nagyon hatékonyan működik akkor, amikor ez a rendszer előre megy. Akkor a diktatúra kifutja magát. De amikor ezt egy mesterséges világba hozza össze végül is, és a feltételek megváltoznak, akkor képtelen a korrekcióra. Hiszen nincsenek meg azok az elemek, mert a főnök már nem fogja magát korrigálni, mert akkor bevallja, hogy vége mindennek, és ez a folyamat a 80-as években fut végig Romániában, hogy a rendszer, aki foglalkozott a rendszer elmélettel, hogy a visszacsatolások azok éppen azt idézik el, hogy nem, akkor még keményebben kell ugyanazt csinálnunk. Tehát a Ceausescu miközben az egész világ a demokratizálást kéri számon, az emberi jogokat kéri számon a világban, és egyre szigorúban ítélik meg azokat az országokat a 80-as években, amik ezt nem teszik, a gazdasági racionalitást kérik számon, ő továbbra is szigorít, nacionalista, elnyom, minden, és így megy szépen lassan a saját szempontjából a katasztrófa felé, de ez a kisebbik baj lenne, hogy a saját szempontjából, hanem az egész országát és a társadalmát hozza nagyon
nagyon lehetetlen helyzetbe. És itt jön egy érdekes fordulat a 80-as évek végére, amikor is Ceausescu visszatér a KGST és a Varsói Szerződés vonalához, amikor a többi országban változások indulnak be. Mihail Gorbacsov megjelenése, 1985-ös megjelenése megfosztotta őt a közvetítő szereptől. Nem volt szükség tovább a Szovjetunió és az amerikai közötti kommunikációba se Kádárra, se Ceausescura egy másfajta értelemben, mert létrejött a közvetlen tárgyalások módja, emlékeznek a Gorbacsov régen találkozókra és egyebek. Megszűnt ez a szerep, a Ceausescu egy légüres térbe került ebből a szempontból, amit továbbra is csak a akkor a terület átrendezési programmal, tehát egy újabb megszorítással próbált fölvezetni, ami már nagyon-nagyon komoly ellenállást váltott ki, és már a pártjában is volt vezetők, akiket eltávolított, tiltakozott. Így érkezünk 1988-hoz, amikor már egy teljesen két világ van, egy borzasztó körülmények között élő világ szembesül egy államvilággal, ami, és itt jön a Dicsitelen vég című történet, amikor Ceausescu kiáll, még elment, már Temesváron már lövöldözés volt, de még elment, azt hitte, hogy ezt simán meg fogják oldani, és még elment Iránba, meglátogatta az iráni sakkot, akkor még nem, akkor már nem volt sakk. Nem, tehát tett egy látogatás azban a nyugodt tudatban, hogy otthon minden rendben van. És amikor kiállt a palota erkélyére, emlékeznek talán azokra a felvételekre, akkor kellett szembesülni, hogy itt már egy új világ van, és akkor kellett szembesülni, hogy lelőtték őt, mint gyakorlatilag egy gyorsított rendkívüli eljárásban őt és a feleségét itt eltüntették a föld színéről. A dicstelen véget ért. Ennek az időszaknak is van egy vicce, ennek a 80-as évek megszorító politikának, hogy feloldjam ezt a drámát egy kicsit, és ezen az utolsó előtti megszólalásom, hogy megy a kocsisora városból kifelé, amint Ceausescu készül valahova külföldre menni, és mit lát, az emberek való sorba állnak. És megszólít, mondja a sofőrnek, hogy mi ez? Mi ez itt? Nézze már meg, hogy miért állnak sorba az emberek. A sofőr kimegy, oda megy az emberekhez, megtudja, hogy miért állnak. Persze ő valójában amúgy is tudja, de hát megkérdezi. Visszajön, hát miért állnak sorba? Hát azért állnak sorba, mert várnak a kenyérre. Mi? Kérdezi Ceausescu, hát az én népem éhezik. Hát azonnal ide kell hozni kenyeret, és tényleg percek alatt jön egy teherautó, és kenyeret osztanak a népnek. Visszaülnek az autóba, megint megy tovább a sor, megint mennek 2 kilométert, megint látnak egy sort, megint oda zavarja Ceausescu a sofőrt a sorhoz. Itt visszajön, mire várnak? Hát tojásra. Hó, hát az én népemnek nincs tojás, hát ez lehetetlen. Azonnal megint egy teherautó, tojást osztanak a népnek. Megint megy tovább a sor, megint harmadik helyen is állnak sorba az emberek. Oda megy a sofőr, vissza. Itt mire várnak? Húsra. Mondja Ceausescu, akkor hozzanak nekik székeket. Az előadás végén reértem, van egy bónusz lehetőség, amit leívhatnak, hogyha érdekli önöket, ez pedig a Kádár és Ceausescu kapcsolata lehet, hogy ez hogy alakult ugyanebben az időszakban, de ez csak ha követelik akkor, mert ez nem szoros része az előadásnak, hogyha úgy érzik, hogy ez még érdekes lehet, akkor, mert ez egy kicsit a magyar politikába is betekintést ad, és lehetséges, hogy egy nagy hatású vezető, meg Kádár Jánosról ezt ne vitassuk el, akinek nagy hatalom összpontosult a kezébe, és egy diktatúrát irányított, mégse az jut eszünkbe róla 1960-tól kezdve semmiképpen, hogy ő egy diktátor volt. Nem így él a magyar nép emlékezetében. Miközben Magyarországon diktatúra volt 1989-ig, puha diktatúra, ahogy szoktuk mondani, a 60-as évektől egyre tovább puhult, de ez most ebben nem menjünk bele. Ennek a két politikusnak a viszonya hihetetlen ellenséges volt, és nehéz érteni a viszonyukat annélkül, hogy megnézzük, hogy mi van a háttérben. A háttérben alapvetően
egyrészt a személyiség volt, a Kádár utálta ezt a fajta önfényezést, amit a Ceausescu művelt, ez a könnyebbik magyarázat. De a nehezebb magyarázat az, hogy a nemzetiségi probléma okán egy súlyos konfliktus volt közöttük. Mégpedig az a konfliktus, hogy volt egy nacionalista politikus az egyik oldalon, és volt egy antinacionalista politikus a másik oldalon, de mind a kettő igyekezett a nemzeti érdeket védeni a maga módján, és a maga módján nemzetépítést folytatni. Romániában egy nacionalista nemzetépítés folyt 56 után is, Magyarországon meg 56 után, főleg a 60-as évek elejétől egy antinacionalista nemzetépítés zajlott. Hogyha ez ennek az értése nehéz, akkor kérdezzenek rá. A lényege az, hogy 1956, illetőleg korábbról a II. Világháború után Magyarország, a magyar politikai elit nem volt abban a helyzetben, hogy nacionalista lehessen. Nem tudom, érthetően. Ezt a vádat el kellett hárítani magától. A románoknak pedig nem volt ilyen nehézségük. Ezért ez egy nagyon egyenlőtlen alapállás volt már önmagában. Amire jött a nemzetközi jogi helyzet, hogy Romániának ebben az ügyben voltak szövetségesei. Mindenki, aki az európai státuszkót meg akarta őrizni, az az ő szövetségese volt, a szovjetektől kezdve Franciaországig, Németországig, addig a Magyarország ebben az ügyben egyedül volt. Ezt a Kádár ugyancsak nehezen viselte, és folyamatosan az volt a kérdése, hogy nehogy az legyen, hogy két szék között a pad alá esek, vagyis utána nincsen erőm ahhoz, hogy a magyar a határon túli magyarok, az erdélyi magyarság és a parciumi magyarság érdekeit tevőlegesen meg tudjam védeni, de úgy lépek föl, mint a védelmezők, és nem tudok sikert elérni, akkor ott a saját közvéleményemet is magam ellen fordítom, miközben le fognak győzni a másik oldalon, és a két szék között a pad alá esek. A Ceausescunak nem voltak ilyen taktikai nehézségei, ő azt csinált, amit ő gondolhatott, hogy egy következetes ügyet képviselt, és azt mondta, hogy a nemzetiségi kérdés belügy, és ebben az ügyben már a nemzetközi jog is az ő oldalán állt. Na, ez aztán a következő eseménysorban csúcsosodott ki, és aztán abba hagyom. 1961-ben járt Nikolaj Ceausescu utoljára hivatalos politikai vezetői minőségében Magyarországon. Ez példátlan a szocialista országok kapcsolat történetében. 1967 után Kádár János nem volt hajlandó fogadni Ceausescu Budapesten, mint ki leszámítva, amikor Varsói Szerződés vagy KGST csúcsértekezlet volt Magyarországon, mert nem akarta legitimálni azt a politikát, amit a Ceausescu folytat. 1967 után, 1972-ben elment Bukarestben, ahol megpróbálta, ott mondott egy olyan beszédet, ami egyértelműen benyújtotta a számlát a magyar nemzetiségek érdekében, akinek az akkori nyelvhez volt hallása, azt ezt tudta érteni. Majd utána nem tűnt semmi, a Ceausescu viszont folyamatosan azt követelte, hogy ne várjatok tőlem engedményt, mindig ezt mondták a magyar politikusoknak, hogyha még nem is hajlandó a Kádár engem fogadni. A Kádár az őt neki a születésnapja alkalmában adott kitüntetés, nem volt hajlandó átvenni a Ceausescutól sem, meg a román nagykövettől se hosszú éveken át. Tehát egyre feszültebb lett a helyzet. 1977-re mégiscsak valami történt, emlékeznek talán Debrecen és Nagyváradban volt egy találkozó. Annak egy epizódját azért elmondom, hogy Ceausescu nem volt, ha már nem fogadták őt Budapesten, és a Kádár nem volt hajlandó elmenni Bukarestbe, ezért volt ez a debreceni nagyváradi csúcs találkozó, de a Ceausescu mindenképpen azt akarta, hogy őt államfőként fogadják, ezért a debreceni repülőteret kinézték neki, hogy ott fogadják. Ezért Nagyváradon, ami 40 kilométerre van Debrecentől, beült egy IL-18-asba, az elment hátra 60 kilométert, hogy föl tudjon menni arra a magasságra, hogy le tudjon szállni Debrecenben a repülőtéren, hogy ő ott megkapja az államfőnek kijáró fogadtatást, ezt csak az érdekesség kedvéért mondom el. Tehát 77-ben történt ez a csúcstalálkozó, és utána már végképp nem. És 1985-től, amikor a Magyar Párt egyre inkább fölvállalta a nemzetiségek ügyét, a magyarok ügyét a nemzetközi fórumokon is, szemben az addigi gyakorlattal, akkor Kádár már úgy gondolta, hogy nem tud, nincs mit veszteni, akkor végképp elfajult a helyzet.
Azonban Ceausescu-nak még volt egy sikere, Grósz Károly 1988-ban, amikor ő lett a párt vezetője, akkor Aradon találkozott, elment Aradra a Ceausescu-val találkozni, és ott, ahelyett, hogy jól összeveszett volna a Ceausescu-val, azt hitte, hogy itt valamit előre lehet lépni. Mindenképpen szeretett volna valami eredményt elérni, de a Ceausescu megint be tudta őt csapni. Mindez, amit elmondtam, azért úgy összegezném, hogy a Ceausescu egy világon elismert politikus tudott lenni 1978-ig, nagy tekintélyt tudott kivívni magának, és valamennyire az országának, majd utána ez mégiscsak kevés volt ahhoz, hogy talpon maradjon. Ha a magyar és a szovjet esetet összehasonlítjuk, úgy is mondhatjuk, és ezzel fejezném az előadásot, hogy ameddig a Szovjetunióval szemben a Románia volt a leginkább elkülönülő ország, és a legtöbb konfliktust vállaló ország, a Ceausescu volt az a politikus, aki ezt a leginkább megtette. Ehhez képest a román rendszer az a legszovjetebb, a legsztálinistább tudott maradni az utolsó pillanatig. Tehát miközben a külpolitikája az úgymond nyitott volt, ekközben a belpolitikája a legzártabb. Ezzel szemben Magyarország, amelyet mindig azzal vádoltak, és nem is teljesen alaptan, hogy mindig igazodik a szovjet érdekekhez, ehhez képest viszont a belül meg a leginkább tudott eltávolodni attól, ami volt. A mérleget a történészeknek kell megvonni, és önök meggondolkodhatnak rajta, ezt szeretném. Köszönöm szépen a figyelmet! Igen. Ceausescu gyilkolászott egy diktátor, ez egy másik kérdésem. Azok Hulberter annyit szeretnék véleményét abban, hogy miután a szemük láttára bújnak a földön, hogy ki a diktátorok, mondjuk Magyarországon sehol nem tanították iskolába a demokráciát, én még tanultam tudományos szocializmus, meg dialektikus materializmus. Lenne fontos és szükséges, hogy középiskolában legalább egy év, heti egy órában egy könyvet szerkesztve oktass a demokráciát, hiszen sem a baloldali, sem a jobboldali egyébnek nem lehet más ebben a kérdésben az álláspontja ugyanannak. Ez szerintem lehetőség arra, hogy Magyarországon ilyen Rákosi Kádárok autoriter figurák ne kerüljenek hatalomra. Mi a szisztéma? Ez a demokrácia. Hogy a szászok konkrétan 1961-ben nem játszottak. De nyilvánvalóan a szászok ott voltak a kapcsolatok mögött. Németországnak fontos volt, hogy segítsen az Erdélyben élő németeknek. Most Nyugat-Németországról beszélünk persze, NSZK-ról. A Ceausescu pedig tudta, hogy ez egy kártya a kezében. Tudta, hogy a másiknak ez fontos, ezzel lehet valamit játszani, ez egy kapcsolatépítési elem, és a modernizációs programjához nagyon-nagyon szükség volt a német ipar termékeire, a gépekre, technológiára. Ez egy kölcsönös előny volt ilyen szempontból. Gyilkolt-e Ceausescu? Hát úgy nem gyilkolt, mint Sztálin, sőt, igen, úgy nem gyilkolt. Azt 56 után voltak halálos ítéletek Romániában, és Ceausescu akkor, ha nem is az első számú vezető volt, de 56 miatt számtalan halálos ítélet és bebörtönzés volt. Bebörtönzés jóval több, és nem csak magyarok ellen, mindenki ellen, aki a szimpátiát mutatott a magyar felkeléssel, azzal szemben volt ilyen. De azt a mértékegységet
Én nem olvastam ilyet, hogy Ceausescu-ról ki lehetne mutatni, hogy 100 embereket végeztetett volna ki. Politikai pszichiátriára küldte, elszigetelte, száműzte, hagyta, hogy elmenjen az országból. Ilyen volt. És mondom, főleg 56-tot követő 2-3 éves számtalan halálos ítélet is volt, de utána ezt levették a napirendről. Tehát nem tudunk arról, hogy ő gyilkolt volna, hogy gyilkolászott volna, azt meg végképp a medvéket az gyilkolászta. A demokrácia oktatásról annyit tudnék mondani, hogy én nem hiszem, hogy ma a Kádár Jánostól és Rákosi Mátyástól kéne megvédeni a magyar demokráciát. A magyar demokráciát ma más elemek fenyegetik, de én most történészként vagyok itt, tehát ezzel nem. Tehát ezt én aktuálisabbnak gondolom. Tehát ma harcolni a kommunisták ellen, azt én úgy szoktam nevezni, hogy utóbátorság. Amikor már nincsenek, akkor könnyű ellenük harcolni, abban a formában, ahogy erről szoktunk mondani. Szóval ez lejátszott már történelmileg, azt hiszem. Azzal a kitétele viszont, hogy egy nemzet akkor tud hatékony lenni és működni, hogyha az alapértékekben igenis egy egyetértés van, és nem lehet kétfajta módon ugyanazt a dolgot értelmezni, és a társadalom részt vesz a döntési folyamatban valami fajta módon, és nem csak néző. Tehát ha erre akarjuk tanítani az embereket a demokrácián és a szabályokat, az a teljesen egyetértek. Nehéz helyzetbe hoz, mert én azt hiszem az elején erről beszéltem, és nem akarom még egyszer a közönségnek ezzel fárasztani a közönséget. Annyit hozzátennék, amiről eddig nem beszéltem. A diktatúra az általában bürokrácia mögé rejtőzik. A politikát viszont csak alapvetően személyeken keresztül is kell eladni. A bürokráciában megvan a hajlam, hogy maga fölé termeljen egy vezetőt, akit csúnya szóval karizmával lehet fölruházni, vagy tényleg megvan neki, tehát van meggyőző ereje, tehetséges jószónok, képes bonyolult kérdéseket megoldani, tehát karizmatikus vezető. A személyi kultusz az a folyamat, amikor fölruházzák ilyen képességekkel azt az embert, akinek nem feltétlenül van ez a képessége meg. Ebben a szempontból azt gondolom, hogy az öt diktátorban mindegyikben megvolt a képesség, hogy ő lehessen diktátor, tehát nem volt tehetségtelen ember, a Ceausescu se volt az, nem volt egy kiemelkedő teoretikus, de szervezni tudott, tehát ez kell hozzá, de én azt próbáltam hangsúlyozni, hogy a politikai cél, tehát ha én kitűzök magam el egy olyan célt, hogy a társadalmat át akarom vezetni valahonnan, valahová, tehát ne pusztán arra beszéljünk egy diktátor esetében, hogy ő a személyi hatalmat imádja, és azt akarja, hogy őt minden nap szeressék. Neki van egy hivatása, elképzelés. Egy diktátornak illik ilyennel lenni, meg nem valhatja be magának, hogy ő csak azért csinálja az egészet, hogy tocsogjon a hatalom mámorában és a gyönyörében. Kell egy politikai program. Őnek, a Ceausescu-nak is, Mao Tse-tungnak is, Sztálinnak is, és Hitlernek is volt ilyen politikai programja. Sőt, a Frankónak is volt. Ott egy polgárháborús helyzet volt az, ami erre nagyon erősen ráerősített. 1965-ben nem volt ilyen helyzet Romániában. És 1971-ben sem volt, tehát ilyen értelemben Ceausescu akkor csinálta meg magát, amikor ennek nem volt alapja. Tehát ennyiben különbözik a többiektől. A többieknek értjük az eredetét. A Ceausescu akkor lett teljesen elkapatva, amikor ennek nem volt a rendszer szempontjából
komoly jelentősége. Ezt nem tudom, hogy érzem, hogy nem válaszoltam önnek, de nem fogom tudni most 3 percet elmondani, hogy lehetne még valaki a diktátor. A tömegről pedig arról meg egyszer azt tudom mondani, hogy minden ország politikai elitje felelős azért, hogy viselkedik a társadalom többsége. Tehát a birka nép, amit most is szoktak emlegetni Magyarországon, én az nagyon nem szeretem ezt a kifejezést. Az emberek nagy része azokhoz a szabályokhoz próbál alkalmazkodni, amit felülről diktálnak és teremtenek meg, és ahhoz a magatartás mintákhoz, amiket mutatnak neki, és eléggé védtelenek. Az pedig egy külön történet az, hogy, és ezt Ceausescu is értett hozzá, mások is értenek hozzá, ennyit nem tudok meg, hogy jó, ráijesztek a tömegre, majd utána ugyanígy megvédem őket. Ceausescu utolsó beszédében, ott ki, a palota erkélyén, azt üzente, hogy meg kell teremteni a nemzeti önvédelmi bizottságokat, meg kell védeni a hatalmat, mert jönnek a szovjetek meg a magyarok. Ezt nem mondta ki ilyen nyíltan a beszédében, de mindenki értette, hogy erre gondol. Megpróbált ebben az irányban menekülni. De ott a tömeg föllázadt. Van egy kiváló filozófus, akit ajánlanék a figyelmükben a szabad esti covidos óráikban, ez Spinozának hívják ezt a filozófust, aki azt mondja az Etika című könyvében, hogy rettenetes az a tömeg, amelyik nem fél. Hát biztos, hogy volt neki valami, ezt most megfogott engem. Azt tudom, hogy a felesége azt a Tudományos Akadémiának is a tagja lett, és a külföldi utakon, például Angliában is szerették volna elérni, hogy díszdoktori címet kapjon különböző egyetemeken. A kémiai tudományokban végzett kiváló tevékenységéért. Erre is van egy vicc, azt mondtak. Ráfáztam. Hogy Ceausescu beszélte nyelveket, ezt nem néztem utána, elnézést kérek. Hát a tolmácsok az nem probléma, államfői szinten ez jár is. És főleg, hogy nem mondjon bakit, mert lehet, hogy tudott oroszul valamennyire, de nem biztos, hogy tárgyalóképes is volt, azért az nem ugyanaz. De annyit azért elmondanék, akkor még egy viccet, hogy Ceausescu megkérdezi a feleségét, hogy hallottál már a nehézkedés törvényéről? Hát hallottam. Akkor nem mesélni nekem róla? Mire a ellene azt mondja, hát a törvények rátartoznak. Tehát ez is mutatja azt az álomvilágot, amit fölépített. Tehát, szóval azt önmagában el tudjuk képzelni, hogy egy fél és feleség egy politikai testületben ott ül együtt. Hát ezt még a királyok se engedték meg maguknak a koronatanácson, hogy a királynő ott üljön, csak hogyha ő volt a király. Tessék, parancsoljon! Hát ugye az első, amit kiemeltem, a szovjeteknek semmi bajuk nem volt a román belpolitikával. A román külpolitikával volt bajuk. A román külpolitikát azt viszont megpróbálták kezelni. Tehát ők el akarták kerülni minden áron, hogy kikerüljön a Varsói Szerződésből, meg a KGST-ből Románia, mert ez egy nagy veszteség lett, és ezért hajlandók voltak neki engedményeket tenni. Időnként hisztisztek, konfliktus volt, de a dolog lényegében nem volt olyan eszközük, miután nem volt ott már a hadseregük sem, hogy ezt megtehették volna, illetve nem akartak egy skandalumot, amiért nem avatkoztak be Lengyelországban 1980-81-ben hatalmas önuralommal, ugyanezért nem avatkoztak be már Romániában, hiszen ott lett volna egy olyan ellenállás, ráadásul, ami komoly dolog lett volna, és aztán következett Afganisztán, ami ugyancsak egy kudarc volt a szovjet külpolitika ügyében. Tehát nem voltak eszközeik ehhez,
vagy ha lettek volna, az a legdurvább lett volna, amitől viszont tartózkodtak. Köszönjük szépen az előadást, remélem, hogy élvezték. Úgy láttam, hogy érdeklődő volt mindenki. Most várnak tőlem egy bejelentést biztos, hogy hogyan tovább. Hát annyit tudok, hogy mivel Diktátor 1 sorozatnak hirdettem ezt meg, akkor nyilván lesz Diktátor 2 is, ha találok rá előadókat. Igyekszem a magányos téli estéken majd beleásni magam, hogy kit és milyen témában lehet meghívni. Vannak diktátorok rendesen, ahogy a múltkor is említettem, a Google-on megszerzett 10-es listát, csak kevés az az ember, aki közel-kelet, vagy kelet-európa, vagy dél-kelet-ázsiai és afrikai diktátorokkal foglalkozik, de megpróbáljuk majd, megkérem majd a történészek segítségét, és akikkel eddig nagyon jó kapcsolatot ápoltam, hogy próbáljanak segíteni. Ennek reményében engedem magukat útjukra, és azzal, hogy az idén már nem fogunk találkozni, ezért kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, és a következő évre jó egészséget és boldogságot mindenkinek. Köszönöm, hogy megjelentek.